A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kiemelt feladata a vidékfejlesztés, valamint annak koordinációja, hangsúlyozta a lengyel-magyar nemzetközi együttműködések létrehozása a vidéki térségekben című tanácskozáson a megyei közgyűlés alelnöke. Baracsi Endre hozzátette, a vidékfejlesztés területén sokat tesznek a líder akciócsoportok, most például a Közép-Szabolcsi Líder Egyesület. Abszolút kiadhatatlan partnerek a líder egyesületek, amelyek a megyét úgymond alulról jövő kezdeményezésként szövik át, hálózzák be, és ezekben a líder egyesületekben rengeteg lehetőség rejlik, és rengeteg lehetőség rejlik azokban a kapcsolatokban is, amelyeket a líderek egymás között alakíthatnak ki határon átnyúlva, és pont egy ilyennek a második fordulóján vagyunk, hiszen a nyár folyamán volt már egy látogatásunk Lublinban, és ott elkezdtük ezt a kapcsolatfelvételt. A júliusi diplomáciai tárgyalást és a mostani szakmai tanácskozást követően külügyi engedélyre vár a lengyel partner. Hamarosan megköthetjük a szerződéseket, és erre szükség is van, hiszen két hasonló keleti régió, Lublin-Vajdaság és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együttműködéséről van szó. Ide is sok lengyel érkezik turisztikai kikapcsolódási szándékkal, ám bízok benne, hogy nem csak erre a szférára fókuszálunk majd. Szeretnénk majd erősíteni a kulturális, az oktatási és természetesen a gazdasági kapcsolatokat. A Közép-Szabolcsi Líder Egyesület munkaszervezeti vezetője a rendezvényen kiemelte, fontos, hogy a lengyel-magyar együttműködés civil szervezeteket, iskolákat is érinthet majd. Érkezett a delegációval olyan művészeti iskolának a vezetője, aki kifejezett szándékkal azzal jött most, hogy itt a térségünkben lévő művészeti iskolákkal felvegye a kapcsolatot, és együttműködésben, akár a közeljövőben megkötendő szerződésben már tudnának további pályázatokat benyújtani, illetve a közös kultúrának a megismerésére viszontlátogatásokat folytatni a két tagállam között. A nemzetközi együttműködés még idén elkezdődhet, így az újonnan nyíló uniós pályázati lehetőségekre már közösen pályázhatnak a lengyel és magyar felek.